Sziasztok, jelenleg és jövőbeli kutyások! Ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy mit csinálj, ha találsz egy elhagyott kutyát. Beszélgető társam Krebs Gyöngyi lesz, a Héros Székesfehérvári Állatotthon vezetője. Én Fata László vagyok, Sherlock és a Heti Kutya csatorna gazdája, és minden héten csütörtökön jövök egy új kutyás videóval. Na de kezdjünk is bele! Mi a teendő, mit csinálj akkor, hogyha találsz egy elveszett, elhagyott, kóborló, kidobott kutyát? Mindenképpen a menhelynek az egy nagyon nagy segítség, hogyha ide hozzák az állatot, mert napi szinten van 300 állatunk, akit el kell látni, és nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy kimenjünk. Nyilván önkénteseket tudunk mozgósítani, hogyha nagyon nagy vészhelyzetek vannak, de nekünk az a segítség, hogyha valaki lát ilyen állatot, akkor minél előbb, ugyanis ezek az állatok minél hosszabb időt töltenek kint az utcán, tehát minél hosszabb ideig éhezik, fázik, az annál rosszabb. Tehát akkor tudunk nagy eséllyel segíteni nekik, hogyha minél előbb hozzánk kerülnek. Szoktunk sajnos kapni úgy állatot, hogy nagyon rossz állapotban érkezik, és a behozó elmondja, hogy már tulajdonképpen hónapok óta ott kóborolt, most gondolták úgy, hogy behozzák. Ez ugye nem jó az állatnak sem, meg nekünk sem. Egyébként pedig a törvény szerint mindig a település jegyzőjének kellene szólni, csak hát az az általános tapasztalat, hogy sajnos a jegyzők azok nem mindig. Egyrészt nem érhetők el például hétvégén, illetve hát nem mindig tesznek azért, hogy a kóborállatok eltűnjenek a területükről, de hozzájuk tartozna egyébként. Tehát ezt a törvény szerint minden jegyzőnek gondoskodnia kellene arról, hogy vagy saját hatáskörben, vagy kiadva ezt a feladatot, de a kóborállat, hogyha van, akkor az begyűjtsék. Tehát akkor a jó módszer az, hogy amikor mondjuk nem vagytok nyitva, akkor én valahogy befogadom ezt az állatot, és másnap nyitvatartási időben jövünk, és hozzuk ide hozzátok. Semmiképpen nem jó az, hogyha kint marad az utcán, hiszen nem biztos, hogy másnap is ott lesz az állat. Nekünk az egy nagy segítség, hogyha ilyenkor valaki mondjuk egy éjszakára elhelyezi. Illetve kutya esetében ugye az is jól működik, hogy elviszik állatorvoshoz. Ugye állatorvosok között azért mindig van, aki ügyeletet tart, és akkor minél előbb leolvastatni a csipet, mert lehet, hogy nem is kell elszállásolni még éjszakára sem a kutyát, hanem azonnal megvan a gazda, és vissza kell hozzá vinni. Oké, akkor a jó eljárás, módosítok rajta, ha jól értem, az, hogy ha megvan a kutya, keresni egy állatorvost, igen, ahol csipet tudunk olvasni, igen. És ha megvan a gazda, akkor menjen a gazdájához, ne jöjjön ide és igen. Ne töltsön itt napokat. Igen. Ha nincs meg a gazda, vagy nincs csipje, akkor pedig nyitvatartási időbe. Tehát az azt gondolom, hogy senkinek nem megoldás, hogy mondjuk ide kötik a kaputokhoz. Nem, vagy, nem. Vagy ugye nekünk nagyon dolgot. Fontos a nyilvántartás. Tehát amikor beérkezik egy állat, akkor nekünk rögzítenünk kell mindent. Tehát, hogy ezt az állatot mikor, hol, milyen körülmények között találtak, és hogy ki találta, tehát a behozó adatait is fel kell, hogy vegyük. Nekünk végig kell követnünk, ahogy beérkezik az állat, mikor, miért, hogyan érkezett, itt mi történt vele, és aztán amikor örökbe fogadták, akkor kifogadta örökbe, stb. Tehát ez minden állatról fontosak ezek az adatok. Uh-huh. Jó, és akkor ott vagyunk, már most hozzátok kerül, regisztráljátok, utána mi történik egy ilyen. Ugye karanténban kell elhelyezni ezeket az állatokat, hiszen nem tudjuk róluk, hogy vannak-e oltva, hogy egészségesek-e, hogy viselkednek. Ezért különböző karanténjaink vannak, tehát van egy külön karantén a felnőtt kutyáknak, külön karantén a kölyök kutyáknak, és van egy macska karantén. A karantén az azt a célt szolgálja, hogy minimum 2 hétre meg lehessen figyelni az állatot. Tehát itt látjuk azt, hogy eszik-e, iszik-e, milyen a széklete, egészséges-e, vagy mutat-e betegségre utaló jeleket, illetve hát ugye ez alatt az időszak alatt bolhátlanítjuk, félektelenítjük, és elkezdjük az oltási programot. Ugye az a 2 hét ez megnőhet, mert mondjuk egy kölyök kutyát csak úgy lehet oltani, hogy mindig csak egy oltást kap, 2 hét múlva kaphatja a következőt, és ugye nálunk a kutyáknál a 2 kombinált veszettség ez egy alap, tehát enélkül nem lehet a kutya. És ezt az időt ezt a karanténban tölti, de közben megismerjük az állatot, tehát megismerjük a viselkedését, látjuk, hogy reagál más kutyákra, hogy reagál az emberekre. Természetesen, hogyha időközben jelentkezik a gazda, hoz egy oltási könyvet, akkor ő el tudja vinni, de örökbefogadás az csak akkor jöhet szóba, amikor az állatnak már lezárult az oltási programja, illetve felnőtt állatok esetében 6 hónapos kor fölött az ivartalanítás is. Tehát 6 hónapos kor fölött nem adunk ki úgy állatot, hogy nincs ivartalanítva. Ugye nyilván alatta igen, de ott is figyeljük azt, hogy később megcsinálja az ivartalanítást a gazda. Köszönöm szépen Gyöngyinek, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Én mindig meglepődök rajta, hogy mekkora ráfordítást igényel, hogy egy ilyen elhagyott kutya újra gazdára találjon. Ha esetleg szeretnéd támogatni ezt a munkát,
Megteheted például adód 1%-ának felajánlásával. Ehhez találni fogsz majd információt itt a videó alatt. Ha pedig hasznosak számodra ezek a videók, ne felejts el feliratkozni. Aztán, ha van még időd, akkor folytathatod például ezzel a filmmel.